Köszöntöm nézőinket! Önök a Sarka Televízió híradóját látják. Nézzük az elmúlt napok eseményeit előbb csak címszavakban. Sarkadi csatlakozott a Teszed mozgalomhoz, és az egész városban gyűjtötték a szemetet. Újra megrendezésre került a város legnagyobb fesztiválja, a Sarkadi családi majális. Elballagtak középiskolánk diákjai. A Sarkadi középiskolában is elkezdődött az érettségi. Az elmúlt héten pénteken Sarkadváros önkormányzata is csatlakozott a Teszed országos akcióhoz, melynek keretében egy városi nagytakarításra került sor. A városi nagytakarításban hagyományosan az önkormányzati intézmények, illetve a városban működő oktatási intézmények vettek részt, de szép számmal csatlakozott ahhoz a lakosság is. A részletekről dr. Mokár István polgármester nyilatkozott televíziónknak. Szeretettel köszöntöm a Sarka Televízió kedves nézőit. Azt gondolom, hogy közhely, amikor arról beszélünk, hogy milyen fontos a környezetvédelme, és ez a kérdéskör mennyire felértékelődött az elmúlt évtizedekben, években. Szoktuk azt is mondani, hogy a környezetet, a természetet, azt nem a szüleinktől örököltük, hanem a gyermekeinktől kaptuk kölcsön. Ezért is nagyon fontos, hogy megóvjuk és megvédjük környezetünket. Sarkadváros önkormányzata ilyen célkitűzések jegyében az elmúlt években is számos környezetvédelmi jellegű projektet hajtott végre, és tervez a jövőben is. Ezek közül, ha néhányat kiemelünk, akkor láthatjuk, hogy szilárd hulladék telepünket rekultiváltuk, innestől kezdve szilárd hulladékot Sarkadon nem rakunk le, és egy szép környezet alakult ki a régi leromlott állapotú hulladékra rakó környezetében. A szennyvíz programunk kapcsán ugye a folyékony hulladék a szennyvíz elhelyezése is szinte 100%-ban megoldódott, sőt egy teljesen új korszerű telepet hoztunk létre, amely tisztább vizet bocsát ki, mint a befogadó csatornának a vize. Kerékpárutakat építettünk, amely nagyon fontos ugye a káros gázok kibocsátásának csökkentése szempontjából, vagy például említhetném az energiahatékonysági beruházásokat, amelyeket a közintézményeknél hajtottunk végre. Nagyon fontos, hogy ilyen jellegű akciókat civil szervezetekkel együttműködve is végzünk, kiemelném ebből a KES környezetért, egészségért, sportért egyesülettel közös fejlesztéseinket, beruházásainkat, megmozdulásainkat. Például ez az egyesület, amelyben az önkormányzat is mindig támogatja, a Gyulai úti általános iskola egyik osztályával minden tavasszal a fekete-körös álterét takarítja, de ezt végzi a Sarkadi Horgász Egyesület is, és még hosszasan tudnám sorolni. Ebbe a tevékenységi körbe illik jól bele a tavaszi nagytakarítás önkormányzati akciója és gondolata, amely jó néhány évvel ezelőtt vette kezdetét. Ennek ez a lényege, hogy a önkormányzat képviselőtestületének tagjai, az intézmény vezetők, az intézmények dolgozói, bevonva a diákokat is, hiszen az általános iskola felső tagozatos diákjai, valamint a középiskolás diákok karöltve a nemzetiségi önkormányzatokkal végzik ezt a városi tavaszi nagytakarítást, hagyományosan most már mindig május 1-jét megelőző pénteken. Nyilván, hogyha nagyon esik az eső, akkor ezen szoktunk tolni, de alapvetően hála Istennek az időjárás mindig kegyes volt az elmúlt pár évben. És ennek az a lényege, hogy a város közterületeit tavasz kapcsán, illetve május 1-je előtt szépen kitisztítjuk. Ezt a tevékenységet természetesen az önkormányzat is végzi, hiszen a főbb utak mentén a városgazdálkodási iroda dolgozói végzik ezt a tevékenységet. Azonban az a tapasztalatunk, hogy jó néhány évvel ezelőtt, mikor elindítottuk ezt a tavaszi nagytakarítást, akkor még igen tetemes mennyiségű személy gyűlt össze, ma már nagyon kevés, tehát ebből is látszik, hogy van értelme ennek az akciónak, és hát azt gondolom, hogyha a városon áthaladók látják, hogy szép, tiszta, rendezett a környezet, és nyilvánvalóan a lakosok is ezt látják, akkor sokkal komfortosabb az életérzés, hiszen azt gondolom, hogy egy szép, rendezett környezet mindenkire lelkileg is máshogy hat. Ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni azt is, hogy az önkormányzat a választás óta több közterületet belterjes gondozásba vont be, olyan területeket, amelynek a gondozása nem volt elvárható a lakosoktól, például a Magyar utca szélesebb részeire,
vagyis Arkad-Keresztúri út szélesebb részeire, de emellett számos más terület volt például a Vasút utcán is. Innestől kezdve ezeket a területeket az önkormányzat gondozza. És mivel tavasz, ilyenkor ugye nagyon elindul a fű növekedése is, és hát ezen alkalommal szeretnénk a lakosok figyelmét is felhívni a tavaszi nagytakarítással, hogy mindenki rendezze a portálja előtti közterületet, hiszen hatályos jogszabályok szerint az út tengelyéig mindenki maga köteles a közterületet rendezni. Nyilván az önkormányzat részéről nem célunk, hogy azonnal bírságoljunk, ilyenkor szoktunk tenni egy körutat az önkormányzat illetékes dolgozóival, és azoknak a lakosoknak a figyelmét, aki előtt a közterület nagyon rendezetlen, elsőkörön a levélben hívjuk fel, annak érdekében, hogy tegyenek rendet, hiszen az azt gondolom, hogy a teljes utcaközösséget zavarja, hogyha egy porta nagyon rendezetlen, kiváltképp, hogyha már a járdán nem lehet eljárni mondjuk akkor a fű, vagy úgy megnőnek a bokrok. Nyilván ez figyelemfelhívás, nem cél a büntetés. Azonban, hogyha nem történik semmi, akkor természetesen szankcióra is számíthat az érintett. Úgyhogy azt kérnénk élő tisztelettel, hogy ezekre a szabályokra legyenek tekintettel, hiszen ellenkező esetben mi sem tudunk mit tenni, és hát nagyon fontos, hogy egy szép rendezett környezet alakuljon ki a városba. Az elmúlt hétvégén került megrendezésre városunk legnagyobb szórakoztató rendezvénye, fesztiválja, a Sarkadi Családi Majális. A majális idén is április 30-án este fáklyás felvonulással kezdődött. A fáklyás felvonuláson résztvevő közel 1000 fő az Ady Endre Baj Zoltán középiskola udvarán gyülekezett, majd pedig a Békés Csabai MÁV fúvózenekar felvezetésével indultak a szokásos útvonalon a vásártérre. A vásártéren hajnali 1 óráig tartó Grund utcabál következett, majd pedig másnap, már korán reggel a fogadhajtó pályán folytatódtak a programok. Természetesen ebben az esztendőben is megrendezésre került a Sarkadi Vágta, a Nemzeti Vágta előfutama. A Sarkadi Vágtáról fontos elmondani, hogy városunk immáron 7. alkalommal szervez elővágtát, mely a Nemzeti Vágták sorozatában az első elővágta minden évben. A Sarkadi Vágtán természetesen városunk is indított lovat, azonban egy szerencsétlen baleset hatására a ló nem tudott részt venni a futamában. Természetesen, mint elővágta szervezők, szabad kártyával részt vehetünk a budapesti nagyvágtán is. 7. alkalommal került megrendezésre a Sarkadi Vágta Nemzeti Vágta előfutama. Mennyire elégedett a 7. Sarkadi Vágtával? Én azt gondolom, hogy egy ismétetten jó rendezvényen vagyunk túl. Köszönöm a szervezőknek, hogy mindent megtettek az elvárásainak megfelelően. Minden a helyén volt. Azt gondolom, hogy nagyon jó versenyeket, izgalmas versenyeket láttunk. A futamok balesetmentesen lementek. Sajnálom, hogy pont Sarkad lovával egy felvezetésnél két ló összerúgásából egy sérülés történt. Így egyébként az általam erős lónak gondolt Glenzo az idejében megint nem tudta bizonyítani, hogy ő teljesítmény alapján is képes a Nemzeti Vágtán részt venni. Tehát Sarkad természetesen szabad kártyával ott lesz, és hát azt gondolom, hogy vagy legalábbis bízom benne, hogy méltóképpen fogja tudni Békés megyét képviselni Budapesten, és szép eredményt fog elérni. 13 ló állt rajthoz Sarkadon. Mennyire elégedett, mennyire hozták az elvárást az első idei elővágtán ezek a lovak? Azt gondolom, hogy ugye mindig az első elővágtán látjuk, hogy mennyire veszik komolyan a versenyzők a felkészülést. Én azt gondolom, hogy itt a 13 ló mind felkészülten érkezett, egy lovat se vesztettünk el az állatorvosi és egyéb kontrollokon, ami mindenképpen pozitívum. Hát a versenyek azok pedig azt gondolom, hogy izgalmasak, gyorsak, lendületesek voltak. Én abszolút elégedett vagyok a látottakkal, jól vizsgáztak szerintem. Mit lehet tudni a győztesről? Hát Poják Niki nyert már 60-i vágtát, egy erős lovas, nagyon jó a lova. Szerintem egy kimondottan erős mezőny állt ma starthoz. Sajnálom, hogy a távolabbról érkezett versenyzők vitték el az első 3 helyezést a helyiek elől. A harmadik helyen célba ért foltos ló, a Jesse, az Molnár Gyöngyi lova volt, amivel a Nemzeti Vágta döntőjében is versenyzett. Akkor el lehet képzelni, hogy a előtte levő két ló az milyen képességű. Egy jó pálya szokott lenni a Sarkadi. Idén milyen volt maga a pálya? Én azt gondolom, hogy jó.
a hátsó szakaszokon ott jobban örülnék, hogyha ha homogénabb lenne, és egységesen fűben futnának mindenhol. Egyébként ez egy fontos szempont, nyilvánvalóan mindig abból gazdálkodunk, ami van. Én azt gondolom, a tavalyi évhez képest már lényegesen jobb volt. Remélem, hogy jövőre pedig teljesen tökéletes lesz a futófelület, de hát kiderült, még ha lovakat patkolni is kellett, hogy miután egy ló se csúszott meg, és nem volt baleset, hogy azért ez alkalmas volt a versenyzésre. Budapesten a 8. alkalommal fognak majd szeptemberben startozálni. Mit vár a budapesti, úgymond nagyvágtától? Hát mindent megteszünk, hogy mi is tudjuk hozni azt a színvonalat, ami az elvárás irányunkba. Változtattunk szabályokon, az idei évtől egy startzónát vezettünk be, a középdöntőbe, döntőbe egy körrel többet kell futni. Ez mind azért van, hogy a szubjektivitás az teljes mértékben az objektivitás irányába menjen el, és még véletlenül is a szerencsén meg egy-egy starton múljon a lovasoknak a győzelme, hanem a lóba befektetett munkába, a lovak keménységén múljon az idei évben az, hogy ki fog állni fel a vágta dobogóra szeptember 18-án. Én biztos vagyok benne, hogy idén nem a legszerencsésebb, hanem a legfelkészültebb, legkeményebb versenyző fogja megnyerni a nemzeti vágtát. Látják, amit éppen ugye az egyik felfűtött ló már indulna, tehát egy nagyon jó kézű, nagyon jó kezű, bőrvezető munkájának köszönhetően bízom abba, hogy föl tudják sorolni a lovakat a start övezetre start zónában. Ez a kívánlak, hölgyeim és uraim, a rászlóak a kezében van, a startos sikeresen kívánlak, hölgyeim és uraim. Közben azért figyeltem, azért hallgatom egy pillanatra, néztem, hogy a vezetőbíró nem emeljük fel a piros zászlóját, hölgyeim és uraim, a kék színben versenyző, Hernádfok képviseletében jelenlévő Kövesdő Zsoltot láthatják, amit 2-3 ló hosszra megelőzte a mögötte felsorakozó versenyzőket. Második helyen van a fűke színben versenyző, kiharugva a képviseletében jelenlévő Pál. Marta és Folyán kibarja, Földjel és Uraim, bármi megtörtént itt most már a második körül. Ez Kukor és ez Kártam Vista, aki itt az a települőség. Látogató részére a kedvenceiket, akik pedig képviseletben szurkolni akarnak. Amit látják, hölgyeim és uraim, a piros színben versenyző részéről még akár egy kis meglepetése is lehet számítani. Most pillanatnyilag a harmadik helyen versenyzik és tálya képviseletében van jelen. Megtörténhetik az első helyenek az elvesztés. Hölgyeim és uraim, úgy néz ki, megtörtént a váltás. Az ott színben versenyző, a Karta képviseletében jelenlévő Folyák Nikolett átvette a váltást is. Átvette a vezetésnek is pontosan mondta, és úgy következik. Üljük magyarul a tartóval, illetve a félvonal fele, hölgyeim és uraim. Kora délutántól a Vásártéren is folytatódtak a színpadi események, számos zenés előadó következhetett, de volt igen látványos és színvonalas motoros bemutató, illetve volt vidám park Dodge Jam-mel és számos érdekességgel. Az elmúlt héten szombaton elballagtak a sarkadi középiskola végzős diákjai. A ballagáson természetesen a városvezetés is képviseltette magát. A ballagásról az Ady Endre Bajz Zoltán gimnázium igazgatóját, Sárközi Annát kérdeztük. Ebben a tanévben 34 ballagó diákunk van, és természetesen már egy héttel előtte megkezdődtek a szervezési feladatok, úgyhogy mind pedagógus, mind diák úgy gondolom, hogy nagy izgalommal várta a mai napot. Mekkora felkészülést igényel ez, és egészpontosan hogy néz ki ez a ballagás? Hát a ballagás a kollégákkal már egy hónappal előtte elkezdtük a szervezést, meg voltak a főszervezők, ugye a kollégák, és gyakorlatilag majdhogy nem percről percre mindent megterveztünk, volt A, B, C terv, ugye, és hál' Istennek az égiek is velünk voltak, mondhatom, hogy nagyon szép időnk volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon szép, bensőséges ballagásunk volt. Mennyire hatja a diákot az, hogy végül is most belépnek a felnőtt kor kapuján és befejezik úgymond a gyermekéveiket? Hát én azt gondolom, hogy talán a ballagás napján szembesülnek azzal, hogy vége ennek a 4 vagy éppen 5 évnek, és hogy ugye a sokat emlegetett nagybetűs élet vár rájuk, hogy az a búra, ami körbevette őket, az az óvó pedagógus, aki
próbálta őket a kezdéstől egészen a ballagásig terelgetni, hogy egy kicsit megszűnik. Messzebb kerülnek a családi háztól, úgyhogy a szülők sem tudják már mindig jó tanáccsal ellátni őket. Tehát most elindult, és igazából most szeptemberben fognak, azt gondolom, szembesülni azzal, hogy innentől kezdve már sok mindenben a felelősség és a döntés ténylegesen, hogy az övéké. 4 vagy 5 évet töltöttek ebben a középiskolában, nagyon fontos és hosszú időszak ez. Mennyire szoktak ők visszajárni, mennyire hagyják az életüket az itt eltöltött 4 év? Az első évben mindenféleképpen én azt gondolom, hogy amikor éppen lehetőségük van, hazajönnek előbb esetleg a pénteki napon, és akkor bebetérnek ide a gimnáziumba, a kollégiumba, ugye, akik kollégisták voltak, tartják a kapcsolatot az alsóbb évesek. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen meghatározó időszak a számukra, és éppen ebből kifolyólag az első évben mindenféleképpen a rendezvényeket, az adibálat, az aranyheteket, az adihet napokat mindenféleképpen nosztalgiából ugye meglátogatják, eljönnek és részt vesznek ezeken. Búcsúzik is sok ballagórián, ajtunk a szomorú nóta, kezükben virág, üres az elhagyott fészek, ablak is sötéten néznek, ki a semmibe. Hétfőn a Sarkadi Középiskolában is elkezdődött az érettségi. Ezen a héten magyar nyelv és irodalom, matematika, illetve történelem tantárgyból adnak számot tudásokról az érettségizők. Az érettségi részleteiről az iskola vezetője nyilatkozott televíziónknak. 4 vagy 5 éve készülnek erre a nagy feladatra a gyerekek, de úgy gondolom, hogy az utolsó évben a pedagógusaink külön foglalkozásokon is foglalkoztak a gyerekek, a tanulókkal, igyekeztek minél inkább felkészíteni őket erre a nagy feladatra, és minél inkább telt múlt az idő, annál inkább megpróbáltak a gyerekek és a pedagógusok is mindent megtenni annak érdekében, hogy az érettségi vizsga sikerüljön. A magyar érettségivel kezdünk, illetve hát jön a matematika és a történelem. Mit vár a diákoktól, milyen eredményt vár az érettségi kapcsán? Természetesen azt várom, hogy mindenki teljesítse az érettségi vizsga követelményeit, ugye az írásbeli érettségi vizsga követelményeit, hogy utána a következő lépcsőn a szóbelin is eleget tudjon tenni az elvárásoknak. Én bízom abban, hogy minden tanuló képességeinek megfelelően teljesít, és tovább tud lépni az írásbeliről a szóbelire. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek is és a kollégák is mindent megtettek ennek érdekében. Ha már érettségi, akkor továbbtanulás, mert nyilván ebből az következik. Milyen főbb irányokban, milyen továbbtanulási tervei vannak a Sarkadon végzett gyerekeknek? Hát természetesen a közkedvelt egyetemekre, szakmákra, ugye innen is tovább mennek a gyerekek Szegedre, Budapestre, Szarvasra, akár jogi, orvosi, tanári, tanítói pályát célozták meg, de többen vannak, hogy azokat a szakmákat választották, amikhez ugye az érettségi feltétlen fontos. Lássuk híreinket még egyszer! Sarkadi csatlakozott a Teszed mozgalomhoz, és az egész városban gyűjtötték a szemetet. Újra megrendezésre került a város legnagyobb fesztiválja, a Sarkadi Családi Majális. Elballagtak középiskolánk diákjai. A Sarkadi Középiskolában is elkezdődött az érettségi. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!